Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából 2020-ban koncertsorozatokkal és megemlékezésekkel tisztelegnek az emlék előtt szülővárosában Bonnban. Az egyik legkedveltebb operája a Fidelio, a szabadság, a természet és a teremtés képességének megünneplése, benne az örömóda pedig Európa himnuszává nemesült. A bonni Bundeskunsthalle kiállítás ennél jóval többre vállalkozik, a zeneszerzőt kora gyermekeként igyekszik bemutatni. A tárlat kurátora elmondta, Beethoven jókedvű ember volt, sokat nevetett, tréfálkozott a jó barátaival eltöltött sok-sok kedélyes órán. Még hallás elvesztése után is állandóan viccelődött velük. Manapság Beethoven a leghallgatottabb és leggyakrabban műsorra tűzött klasszikus zeneszerző világszerte. Művei meghaladták a korát, az emberiség kultúrtörténeti örökségének részét képezik. A Beethoven évfordulót koncertekkel, kiállításokkal, színdarabokkal ünneplik meg Németország szerte.